Jelképesen táblán adta át Frank Ipema, a Hydro Extrusions Hungary Kft. Ügyvezetője és Veres Gábor gyáregység igazgató, Bakos Gábor orvosigazgató helyettesnek az 50 ezer eurós támogatást, amely a Szent György Kórház fejlesztéséhez nyújt segítséget. Itt az elmúlt időszakban ugye egy kicsit nehezebb gazdasági helyzet van, viszont a Hydrónak továbbra is él a bizalma a Székesfehérvár üzem iránt, továbbra is befektetéseket hoz ide, nagyon sok gépsort fogunk telepíteni az idén is, az új öntödét létrehozzuk, és ez az új beruházás ez nagyon segít abba, hogy a társadalmi szerepvállalásban ugyanúgy részt tudjunk venni, mint ahogy az elmúlt években részt vettünk. A gyáregység igazgató hozzátette, amikor hallották, hogy a kórház olyan fejlesztést tervez, amely a betegszobák felszereltségét javítja, szívesen álltak a kezdeményezés mellé. A 19 millió forintos támogatásnak köszönhetően az egészségügyi intézményben bővítik az oxigén hálózatot, elsőként a hotel épületben. Úgy kell elképzelni, hogy oxigén kiállásokat fogunk építeni. Az eddigi gyakorlata az volt, hogy egy betegnek oxigénre volt szüksége, és azon az ágyon éppen nem volt megfelelő oxigénellátás, akkor vagy oxigénpalackokkal oldottuk meg, vagy pedig a beteget átköltöztettük egy másik betegellátó helységben, vagy másik osztályra. Az orvosigazgató helyettes hozzátette, a támogatással most 6 nagy betegellátó osztálynál meg tudják oldani, hogy legyen oxigén kiállás. Ezzel segítik a nővérek munkáját és a betegek gyógyítását.